Arra vállalkoztunk, hogy leteszteljük, hogy mi minden fér bele egy kávéba. Mai vendégünk egy finom kávéra nem más, mint. Akkoriban létezett még olyan a zenei életben, hogy cenzúra. Amire nem tudtunk felkészülni, az az, hogy pénteken nekünk még egy könyvbemutatónk volt, és hétfőn Covid. Minden dramatikus esemény stresszel jár. A felnőttnek látszó kapcsolatoknál, amit ők boldogságnak hívnak, az valójában a biztonság szimbolikája. De a biztonság az nem boldogság. Megérkezik a gyerek, kinyílnak ezek az ösztönök, előjönnek a mozdulatok, előjönnek a mondatok, hogy szeretem én azt az embert, akivé a gyerek tesz. De ezt még hamarabb megbocsátom, mert önmagammal azért rá persze kegyesebb vagyok, de a feleségem. Szeretem azt az embert, akivé a feleségem lett. Mi a titkotok? Hát, hogy elszeveszett tehetségesek vagyunk. Tehát ennyit. Kisgyerekkoromban aszmás voltam, és Parajdra jártunk a Sóbányába ezt kúrálni. Én emiatt egy életen át nagyon erős érzelmeket tudok viseltetni Erdély irányába. Nincs különbség magyar és magyar között attól, mert különböző határokat húzigáltak a Kárpát-medencében bizonyos történelmi események hatására. Isten nem drog, vagy ilyen lassan ható drog, vagy hogy mondjam, tehát olyan lassú öröm, így az addiktológusok kifejezésével. Az olimpia után hazajöttem, leszálltam a repülőről, az első voltam az 5 aranyal, és abban a Szenthelyben valaki mellém jött, és azt mondta nekem, ha még akarsz utazni külföldre, mondd meg a nővérednek, hogy váljon el. És ez volt a szerencsém, mert én teljesen más gondolkodású, mentalitású ember voltam, mint azok, akiknek az egész élete a zenéről szólt. Ennyi fért bele egy kávéba.